Köszöntöm a nézőket! A mai alkalommal a NATO tervezési folyamatáról fogok beszélni, amely minden hadművelet alapja. Többször és több helyen is elmondtam, hogy a hadművészetet nem lehet egyértelműen a szikár természettudományok kategóriájába beleerőltetni. Ehhez ugyanis túlságosan is sok kiszámíthatatlan tényezőt tartalmaz. Olyanokat, mint az időjárás, vagy éppen az emberi természet. Ettől függetlenül egyértelműen tudományos elemei is vannak, ide tartozik például a logisztika, vagy éppen mai témánk a műveletek tervezése is. Egy NATO művelet tervezése ugyanis 6 fázisban történik, amelyek döntő többségében az Észak-Atlanti Tanács politikai döntéshozói játsszák a főszerepet. Fontos kiemelni, hogy ezek a döntések konszenzussal születnek. Mivel a folyamat előző lépései, a figyelmeztetés, az értékelés és a válaszopciók kidolgozása nem tartoznak közvetlenül a sorozat témájához, ezért most a 4. katonai tervezési fázisra fogunk központosítani. A 3. fázisban meghatározott cselekvési tervek általában 3 változatban készülnek el a tervezés során. A legrosszabb, a legjobb és a legvalószínűbb. Ezek alapján a 6W-nek nevezett módszer alkalmazásával, a ki, mit, mikor, hol, miért és hogyan szempontok figyelembevételével készül el a végleges, úgynevezett műveleti elképzelés. Másképp Concept of Operations vagy CONOPS. Elfogadása után ebből a dokumentumból kerül kialakításra a végleges hadműveleti terv, az O-Plan vagy Operational Plan. Ezt a tervet az összhadőrönemi törzs bontja le tényleges lépésekre, amelyek az 5. fázisban kerülnek kivitelezésre. Hogy hogyan is néz ki egy ilyen szervezet, mit jelent a J2 vagy a CIMIC, arról következő adásunkban fogok beszélni. Ha érdekesnek találtátok az elmondottakat, kérlek osszátok meg és lájkoljátok. A NATO műveleti tervekről további információkat a kommentekben található linken olvashattok angolul. Szervusztok!